Elindult a felvétel. Halló, üdvözlet itt mindenkit. Sziasztok, itt Attila, ez pedig a GameHanom csatorna Victoria 3 sorozata. Ugye kijött az új frissítés, amiben kijavították azt, hogy most már nem lehet egy erős sereggel levédeni egy frontot, hanem most már ténylegesen számít is az, hogy mekkora létszámú sereggel támadsz. Ami azt jelenti, hogy hát itt sok esélyünk nincsen. Tehát, hogy itt elindítom az időt, azt keresztül jönnek rajtunk, mint a... nem tudom... mint kisgyerek a pocsolyán, vagy valami hasonló. Na, nem is ez a nézet, ezt a nézetet szoktuk itt használni. Arra gondoltam viszont, hogy megpróbálhatjuk még megnyerni. Szóval itt még van konszkriptünk, amit nem emeltünk fel. Ezek megemelésre kerültek. Itt nincs, itt is van. Őket, nem őket, ők 140 ezeren vannak. Őket, ők csak 100 ezeren vannak. Ami azért érdekes egyébként, hogy azt néztem, hogy ezek mind sorkatonaság. Ez teljes sorkatonaság. Ők 100 ezeren vannak, őket áthozzuk ide. Ezzel azt eredményezzük, hogy itt kicsit rosszabbul állunk, de valószínűleg simán tartható azért a szituáció. Mindenki védekezésen van jelenleg. Coppers Commando, igen, Bástya, igen. Mindenki védekezésen van. Jó, akkor valószínűleg ezzel nem lesz problémánk. Nem tudom, hogy min... Itt tervezgettem össze-vissza mindent, hogy hogy lehetne ezt megoldani még jobban, de már nem tudom, hogy mi volt esetleg. Talán ezeket... de itt Adamant Defense-en van mindkettő. Adamant... Jó... Az a fajta védekezés, mindjárt megmutatom nektek, ez az Adamant Defense, ez sokkal nagyobb védelmi bónuszt ad nekünk, egy 5%-kal, meg 100% ilyen dug-in chance, ez a beásási esély. Csak 20%-kal többet fogyasztanak, ami hát a jelenlegi gazdaságunk mellett annyira nem biztos, hogy jó, de legrosszabb esetben, hogy valamit mindjárt kitalálunk. Hát itt 200 ezeret, vagy 100 ezeret összehozunk csak ebből. Ez a kettő viszont, ez 120 ezer így. Szóval akkor ezt adózzuk meg, ezt adózzuk meg, azt már is egy picit jobb a helyzet. Ezt még bedobjuk, azt oda nézzetek, pluszba vagyunk. Csak olyan lázadás lesz előbb vagy utóbb itt a magas adók miatt. Mennyi adón vagyunk, hogy néz ki? A bevételünk 20%-át fizetjük be, és bármit vásárolunk, annak az 50%-a adó. Egyébként ez a 20% az nem is olyan vészes a bevételünkben. Ellenben viszont a fogyasztói adó az... az kemény. Jó, na nézzük akkor itt, hogy leszünk. Ők nekik át kéne érni egyébként minél hamarabb. Srácok. Sőt, nem csak át kéne érnetek, hanem itt a mobilizációnál nektek adnunk kéne ilyen dolgokat. Vonatot is használhatjátok, teljesen oké, és recovery mehet, hát a... elég rossz lesz a organizációjuk, de nem baj. Pénzügyileg most jobbak vagyunk. Nem tudom, mi történt, de most jobbak vagyunk, szóval tudjátok, hogy ezt visszavihetjük erre a szintre. Jó, ezt nem kéne megnyerni, srácok, túl hamar. Ennek ide kéne érnie. Még mielőtt ez itt megtörténne, hogy itt újabb ütközet lesz. Jó, így. Most ott van. Ó, 500 000 ember megy ellenünk. Az kellemetlen. Alacsony organizáció. Igen, azt tudjuk, azzal tisztában vagyunk. 500 000 ember így is, az nagyon kellemetlen. 50%, nem tudom, mi történt itt, de innen, itt nagyon jól állunk. Mozognak össze-vissza, az történt. Az a baj, ha itt keresztül törnek, már pedig valószínűleg meg fogják lépni. Szerintem. Akkor itt nagyon vonulni fognak előre. Történik itt. Ezek... Milyen claim-ek vannak itt, amik így jönnek? Mindegy. El se olvasom, csak kinyomkodom őket. Ja, valamilyen ütköz... Jaj, már megint itt tesz.
nem érdekel minket, hagyjatok békén. Nem is velem kapcsolatos az, amiket kírják, csak kírják, hogy jaj, ezen a területen, meg ezen a területen, izé, ez meg az történt. Vannak nagyobb problémák. Egyébként se szólhatok bele egy másik háborúba, azt hiszem, miközben háborúzok. Szóval akár békén is hagyhatna. Igazán lehetnének több veszteségei, hogyha ekkora védelmem van. Tehát oké, hogy létszámban nagyon nagy a különbségünk, de amúgy nem sokkal halnak meg többen, mint mi. Pedig szerintem azért... Értitek, tehát igazán lehetne ott jobb a helyzet. Jó. Itt viszont lehet, hogy előre fogok menni a fenébe. Advancement speed... Oké, te támadó jellegű vagy. Aha, meg védő jellegű is. Itt mi pattog? Ó, de jó vagy. Mi ez a sok interest, meg minden? Hagyja békén. Mi ez a sok kiírás? Őket... átmozgósítjuk ide. És csak velük támadunk itt, hát ha jók leszünk. Mennyien vagyunk még itt? 370... Nem, ők vannak. 300 000, mi 150 000 vagyunk itt. De még zuhanni fog a létszámunk. Ellenben, hogyha ezek a csapatok jönnek ide, akkor meg rendben leszünk. Itt, ha Oroszországot ki tudnánk esetleg dobni... Novgorod... Hol van? Moszkva. Itt van Moszkva. Tudtam én, hogy valahogy itt erre felé van. Megpróbáljuk azt, hogy hát ha Oroszországot ki tudjuk dobni ebből a háborúból. Oroszország ellen van közvetlenül a háborunk. Aha. Na és itt területeket követelünk innen. 78, 83, hogyha sikerül belefoglalnunk a fővárosukba, miközben a franciákat itt visszatartjuk, akkor az egész jó lehet. Na most már nincs akkora bónuszok. Ez az ütközet viszont emiatt lehet területeket veszítünk, és akkor az gázos lesz. Nézzük, mi lesz. Nem veszítettünk területet. Jó. Jó, akkor innentől kezdve itt valószínűleg nem fognak áttörni olyan könnyen. Mert most létszámba végre meg vagyunk elegen, és ez egy nehezen áttörhető hely. 103 védelmünk van, az kegyetlen. Az a kérdés, itt hogy alakulnak a dolgok. Jó, elverjük őket. Zászlók. Én tudom, hogy ez történelmileg helyes egyébként, de akkor is nagyon viccesen néz ki. Gondoljatok bele, Magyarországgal lennénk. Akkor Magyarország ellen arcolna a zászló szerint. Hol vannak viszont a katonáik? Mert nem egészen értem, hogy mindannyian ide gyűjtenék a seregüket. Vagy csak visszavonják őket, mert itt van a hajónk, a Poseidon flotta, és fosztogatjuk itt az útvonalukat, szóval nem tudnak oda katonákat úgy lehelyezni. Lehet, az lehet. Hú, de gyönyörű veszteségeik vannak itt. Jó, hát igen, itt a kereskedés. Igazából ki is írhatná egyetlen üzenettel, hogy igen, gondok vannak a kereskedelemmel. Nagyjából úgy tisztában vagyok vele. Túl sok katonánk van itt. Őt promótáljuk. Hinni. És itt túl sok ilyesmi fajta katonánk van. Szóval az organizáció az lejjebb van zuhanva. Ezt nem is tudom, hogy tudnám megoldani. Tudom növelni a létszámokat. Na várjál csak. Hát akkor még... Jöjjön mindenhonnan, akiket tudsz, még hívjál be. Ott az a sereg, az legyen valami... Isten, mennyi katonát tudsz még felemelni? Hát fel se emelem ezt a sokat, na várjatok már. Hát menj, 251-et emelünk fel? Hagyjuk már! Mi az a sereg? Várjatok, bástya osztagnak is adunk még katonákat akkor. Mi ez a sok katona még itt? Ez nem jutott eszembe ezeket berakni.
Ez így mennyi? 100. Nagyon jó. Még kettőt rakjál hozzá, mert ez így... Sőt, hármat. 2-3. Úgy. Ott egy nagyon nagy ütközet. Tű, mekkora különbség van a védelem és az offenzíván között. Szép lassan daráljuk le őket. Így fogy a létszámuk egyre inkább, és egyre nehezebben fognak tudni itt támadni. Mondjuk nem érződik annyira, hogy kevesebben lennének. Halljuk be őszinte, de már így is jobb a helyzet, mint gondoltam, hogy lesz. Itt mi azért tudunk előre menni. Aha. Jó, cool. És megint 200 ezer mínuszban vagyunk. Nem baj, ameddig vannak pénztartalékaink, meg nem... Tehát amíg nem megyünk közvetlen csődbe, addig nem zavar a dolog. Jó, ez az ütközet, ez... Ez nagyon úgy néz ki, hogy megnyerjük. Én totál abban a hitben éltem, hogy ezt elveszítjük. Ott is megy egy ütközet. Most két ütközet zajlik itt. Viszont azt is megnyerjük. Mennyi veszteségük lehet viszont már. Hogy tudom megnézni? Az oroszokat meg tudjuk nézni. Nekik van 400 ezer, 430 ezer veszteségük. De akiket meg akarok nézni, azok a franciák és angolok. Franciáknak 340 ezer. Angoloknak 620 ezer. Nekünk 670-680 ezer. Aha. Igen, azért nagyjából tartjuk velük a lépést, de hogyha összességében nézitek a veszteségeket, tehát a mi oldalunk az ő oldalukhoz képest, akkor ők brutális mennyiségű katonát veszítettek. Hú, várj, lehet, hogy itt meg tudom nézni. Ja, itt vannak a sérültek, halottak, majdnem 800 ezer összesen, nekik meg több mint 2 millió. 2 millió emberük sérült és halott. 1 millió emberük halott. Az nagyon jó lesz nekem, hogyha az ott kitör. Annak nagyon nem örülünk. Hát, mit mondjak? 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, ide. Hát, nem tudom, hogy ennyi elég lesz-e, de most hirtelen most így... Lehetne többet összerakni, de nem sok értelme van, mert ugye egy helyről, vagy ugyanazokról a helyekről hívjuk őket. Szóval voltaképpen nem töltik fel őket katonasággal. Most hiába rakom itt össze, hogy legyenek, mit tudom én, 100 000. Egyszerűen nem toborozza fel őket, mert értitek, kell idő neki, mire összehívják a katonákat. Összeraktuk hát, ha meg tudjuk ezt itt állítani majd. Van egy másik lehetőség, amit tudunk alkalmazni. Így. Hol? Azon a két helyen. Vajon melyik? Ja nem, ezen az egy helyen akartok. Az annál jobb nekünk. Violence suppression. Azt hiszem ez az, ami nekünk kell. Ezt is tudnánk alkalmazni, ez is nagyon király lenne, ez katonai toborzásos dolog. Mennyi pontba kerül egyet? 100 pontba? Hát akkor most nem fogjuk tudni használni. De amúgy ezt is tök jól lehetne. Kicsit örülnék, hogyha ezek a parancsok olcsóbbak lennének, vagy külön pontba kerülnének, mint ezek. Vagy mondjuk bürokráciába is kerülne, és kevesebb pontba kerülne az ilyen authority-ből. Értitek? Hát megnézzük, ez most mennyire működik. Én nem tudom, hogy ez mennyire hatékony ebben a szituációban. És elkezdjük elnyomni őket ott. Hát, ha megakadályozzuk ezt a támadást. Itt van egy 3000 emberünk. Jó. Azt mondja, hogy téged ide fölveszünk. És ezt... Hát itt nincsenek is most katonák jóformán, szóval... Most tudom megszüntetni? Ja, mert secession van. Oké. Okay. Ez az. Nem tudsz katonákat megszüntetni, hogyha secession van. Ez jól hangzik. Össze akartam vonni a két sereget egyébként, tehát ennyit akartam voltaképpen.
aidni. Meglátjuk, mi lesz vele. Mi történik? Discontent in French has led to the seizure of the city of Paris by revolution. Wow, egy forradalom alakult ki Franciaországban. Hát halljátok, ez ennél jobb nem is lehetne. Mi ezt támogatjuk is. Hát ezen nem újjon. Hülyék lennénk nem támogatni. Itt meg annyi katonánk van már, hogy már megint túlléptük a limitet. Nem baj, te milyen ember vagy? Landowner. Hát az mondjuk lehet nem a legjobb a számunkra. Milyen emberek vezetik az országot? Hát a legitimitásuk az igen alacsony. De nem a landownerök. Viszont nincs is akkora nagy politikai erejük, szóval akár azt is mondhatnánk, hogy... Jó, ez így, őt nem is tudjuk promótálni. Ezek jó hadvezérek, ezért próbálom azt tartani, hogy csak ők ketten legyenek, mert ő nagyon jó védekező, tehát van expert defense stratégiája. Ő meg igazából szintén nagyon jó védekező, de van offenzívája is, de a másiknak is működik. Azt hiszem nála... Nem, nincs is semmi extra, amit... Bár, igazából bármelyiket rakhatnánk védelemre vagy támadásra voltak éppen. Tehát mindkettő kifejezetten alkalmas rá. De ezért nem szeretnék egy harmadik szemét fölvenni. Viszont megnézhetjük, hát ha... Nem a heavy barázsos dolgot tudnánk használni, szemét tudnánk használni. Ő egyébként elég jó. Ő elég jó személy. Őt akár fel is vehetnénk valóban. Kik vannak a bástya osztagban? Három van, az első korpsz kommandóban kettő, ide meg már felvettünk egy szemét. Jó, nem baj, ettől függetlenül őt ide felveszem, és promótáljuk is. Jelezzem, hogy elő van léptetve. Nem is tudom, hogy milyen ideológiával van. A farmereket támogatja, a rural folkot. Jó, mindegy, az jó, hát nem jó nekünk, de nem is igazából probléma. Most jó állapotban van a befektetői dolgunk. Most így kifizetik a saját építkezésüket, legalább az a költség nincs. Hát ez nagyon úgy tűnik, hogy viszont el fogja érni a lázadási állapotot. Ők nem is kapnak katonát jelenleg, semmit. Nekik viszont van 4000. Tehát az már valami. Idébb is küldjük őket. Sőt, mobilizációnál ezt bekapcsoljuk nekik. De sajnálom, hogy itt nem úgy van a mobilizáció, mint ebben a nézetben, itt ez jobban átlátható. Azt bekapcsoljuk, igen. Nem tudom, hogy ezekből hogy állunk, de ezt is megkapják, ezt is, meg ezeket is. Na, itt most már egy csapat van. Ezt rögtön át is mozgósítom a izébe. Ebbe a csapatba. Vagy nem mozgósítjuk át. Ja nem, ez az oldal, ez kell nekünk így. Yes. És így meg is szüntette automatikusan, mert nincs ott több ember. Jó. Cool. Hiába nem tudsz megszüntetni te magad katonákat, vagy csapatokat így, ettől függetlenül sereget meg lehet szüntetni, hogyha az összeset elvonod onnan. Ez elég jó nekünk. Na, hogy álltok, kedveseim? Nem is támadnak már, oda nézzetek, már nem is jönnek. Konkrétan csak állunk egymással szemben. Már mondjuk nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy én szeretném megtámadni őket. Én tök örülök annak, hogy itt haladunk előre, méghozzá elég stabilan. Ez megtörtént. 8 hadosztály. Ez nem a legjobb, viszont... Ja, itt még nem is emeltük fel őket, mert ők nem voltak felemelve. Nem baj, ettől függetlenül oda megyünk. Az egyik emberünk egy heavy barázs képesség. Másik meg defense. Igazából az, aki a bombázást csinálja, neki kéne védekezni is. Voltaképpen az lenne az igazán jó nekünk.
ettől a csávótól megszabadulok. Igen, ettől megszabadulok ettől a csávótól. Vitatható, hogy mennyire jó ötlet igazából, de szerintem vele jobban járunk, hogyha ő vezeti a teljes sereget. És így. Illetve talán eleinte mondjuk egy kis védekezési állapotot vegyem fel, azt megnézzük utána, hogy mennyi katona van, mennyi katona ellen, meg milyen felállásban vannak. Remélem, hogy ezt a frontot nem tudják kihasználni. Az nagyon kellemetlen lenne, hogyha ide tudnának hozni katonákat, akkor a franciák meg mindenki egy harmadik frontot nyitni jóformán. Hihihi, micsoda ütközetek mennek itt. Megint nyerünk. Megint nyerünk. Nem tudnak átjönni. Ekkora védelem. Az volt a legnagyobb esélyük. Úgy tűnik, hogy a párizsi forradalom az megszűnt létezni. Úgy tűnik, hogy az egyetlen esélyük az volt, hogy ugyanazzal a létszámmal, vagy nagyobb létszámmal támadjanak. De így, hogy... Sőt, ugyanaz a létszám már nem is lett volna sohasem elég nekik, mert annyira nagyobb a védelmünk, mint az ő támadásuk, hogy brutális. Tehát egyszerűen daráljuk itt a katonaságot, mert csak 200 ezeren vannak itt. Mennyi katona halt meg? Majdnem 3 millió emberük halt meg. És a britek veszítették a legtöbbet. A briteknél halt meg a legtöbb ember, és a briteknél is sérült meg a legtöbb ember. Szép, egyelőre ez teljesen jó nekünk. El kéne foglalni ezeket viszont, és azzal is zuhanna nulla alá. Oroszország, nulla alá zuhanna Oroszország. Szóval inkább elkezdem ezt itt foglalgatni. Elkezdek fókuszáltan foglalni. És belefoglaltunk, most már el kéne foglalgatni ott a dolgokat. Na, itt úgy látom, hogy tök jók vagyunk. Szóval itt megmondhatjuk, hogy egy heavy barázssal kezdjenek végigmenni rajta. Ezen a háborút, ezzel ne legyen problémánk. De vegyünk fel még katonákat. Á, nem, még mindig hívnak. Nem kell ide több katona. Bástyaosztag. Bástyaosztag is még mindig hív katonákat. Tök okés. Hogy vagyunk létszámilag? Most egyenlő számok vannak. Jó. Azon gondolkodom, hogy át tudunk-e vinni innen egy sereget ide, esetleg. Ezt a 120 ezret ezt átvinni. Vagy csak megvárom, hogy itt végezzünk, és őket majd ide küldöm. Az még egy támadó ember lesz. Lehet, hogy itt nem is kéne védekeznünk egyik katonával sem, hanem mindkettővel csak támadni. Spanyolország feladta az küzdelmet. Ó, plusz 10% védelem. Az kellemetlen. Itt lehet azért lenne értelme még egy vezért fölvenni, hogy menjen előre. Ó, na várjatok, ő viszont egész jó. Neki az offenzívája egész jó tud lenni. Oké. Téged fölveszünk, és menj előre. És van még egy harmadik személy. Azért gondolom, hogy hát ha jó lehet ez, mert hát ha több helyen tudnak támadni. Nem, még mindig nem értem, hogy mi alapján döntenek úgy, hogy támadjanak több helyen. Mert most itt például nem is értem, hogy miért vagyunk ennyire kevesen, meg... Tehát, hogyha nem elég nagy az infrastruktúra, akkor miért ott támadunk, értitek? Tehát ezt akarjuk elfoglalni, akkor miért nem itt megyünk előre? Ilyen-olyan kérdéseim vannak. Hoppá! Feladnák a háborút. White Peace. Nem, szerintem a White Peace... Ó, várjunk. Igen, szerintem a White Peace az... Arra nincs szükségem. Szerintem ez nyerhető ez a háború, hogyha ezt a részt elfoglaljuk. De most tényleg menthetnénk egyet. Azért a biztonság kedvéért, White. Szerintem ezt megnyerjük, ezt a háborút. Főleg, ha Franciaország fogja, az kilép belőle. Vagy esetleg Anglia még. Mert most már le van zuhanva. Franciaország nincs is... Mi van? Várjátok, mert Franciaország nincs is benne a háborúban. Franciák nincsenek is benne a háborúban.
Hogy támadtok ezen a fronton, ha nincsenek franciák? Nem, a franciák benne van. Communard Army. Az az övék, nem? Aha. Na várjatok. Itt van, ők lesznek azok. Ja, csak a francia kommunisták. Jó, mennyivel zuhan az angol támogatás? Ötösével. Jó. Akkor ki fognak zuhanni előbb vagy utóbb, és akkor rá tudunk menni az oroszokra. Crush Greek Secession, ezt akarjuk majd elkövetelni tőlük. Hogy alakul az ütközet? Még nem volt? Még nem volt egy se. Kíváncsi vagyok, hogy milyen... Ha, azért a védelmük az egész jó, de még mindig jobbak vagyunk, a létszám is megvan, jó, rendben leszünk. Input good shortage. A brittek megadták magukat. Nagyon jó. Ez itt 170 ezer fő, 170 ezer fő. Jó, akkor ezt a 170 ezer főt. Várjunk, nem biztos. Attól függ, hogy valamelyiknek van-e valami jó hadvezére. Ebből nem fogjuk megállapítani mi. Hát egyik őtök se különösebben, de ő talán még az, ami jó lehet. Bár home offenzíva, meg home defense. Jó, mindegy, tudjátok mit? Őt fogjuk, és akkor őket átvisszük erre a frontvonalra. Erre nem is kell mennünk igazából előre, tehát tök jók vagyunk mi azzal, hogy védekezünk. Tökre nem kell nekünk támadni. Mennyien vagytok? 200 ezeren, azért még egyet nem fogunk tudni elvinni. De ez, hogy őket már átcsoportosítjuk oda, 180 plusz 1000 fő itt, az nagyon sok lesz. Is fél millióan vagyunk 300 ezer ellen. Majdnem 600 ezeren vagyunk 300 ezer ellen. Most már 760 ezer. Ez elég erős lesz itt, hogy előre haladjunk. Ezt le tudjuk. Franciák megadták magukat innentől kezdve. Úgy né. A bástya osztagot viszont megállítjuk, és szerintem le is bontom. Igen, 90 nap múlva újra fel tudjuk venni őket, de így megszüntetjük szerintem a hiányt. Igen. Viszont itt a konskripteket is levette. Az mondjuk, ó, bazd meg. Hát mi ez játék? Hát mi ez? Isten verje meg a készítőket, hogy nem tudják megcsinálni jól a játékot. Lebontottam a bástya osztagot. És mivel itt is vannak ugye sorkatonaság, ezért mindenhol, ahol ugyanazokon a területen van a sorkatonaság, azt levette. És most újra toborozza őket. Még lehet, még innen is veszítettünk embert. Szerintem igen. Ó, hogy a kutya csapná meg ezt a játékkészítő csapatot. Elképesztő. Már nem is vagyok igazán morcos, már hozzá vagyok szokva ez az egészhez. Ezt meg is szüntetheted. Meg ezt is megszüntetheted. Meg ezt is megszüntetheted. És annyira örülnék, ha nem hoznál létre ezért katonákat a semmiből. Itt meg srácok valami nagyon, nagyon gyors csatát szeretnék. Mert kellene a katonaságotok oda a másik helyre. Így is nagy előnyünk van. Így meg most már egyébként a bástya osztagra szükség lenne. Tehát ezekkel a létszámokkal így akkor már a bástya osztagot használnám ott az orosz határon. De értitek a problémámat. Szóval legitimitás ez nem, nagyon nem. Nem állapot nektek mi. Az industrialisták. Lennének azok, akik adnának nekünk. Amúgy nem tudom, miért lettek kirakva. Nem emlékszem, milyen változásaink voltak. Mindegy, akkor visszarakjuk őket. Na, hogy alakul a dolog? El lett foglalva? Nem, még van egy kis rész. Hell yeah, forradalom!
Council Republicot szeretnének. Nálunk is kommunisták lesznek, én úgy látom. Igen, mert ezt a forradalmat, ezt nagyon nem szeretnénk. Ezt nagyon nem szeretnénk. 100% eséllyel összejön. Hogy van ekkora erőtök? Tudjátok, milyen problémám a jelenlegi rendszerrel? Ennél az összes lázadásos dinál. Az összes terület föllázad, és nem egy X mennyiségű ember, akik ehhez a csoporthoz tartoznak. Tehát nem tudom, hogy mennyien lehetnek. 52 millió mondjuk. Az mondjuk tény egyébként, hogy a fele a populationnek. Az mondjuk... Oké, azt még elfogadom. Ő még támogatja is őket? Wow. Szóval a problémám az, hogy az egész terület föllázad. Szóval nem egy létszám, mint a Crusader Kingsben, hanem kiválik az a terület a területeit közül, és ennyi. Mindent visznek, ami ott van. Nem pedig az, hogy föllázadnak, és elkezdik elfoglalgatni a területeket, mint ahogy így logikus lenne, tudjátok, hogy egy lázadó csoport elvesz területeket. Mondjuk most kinda megértem, tehát 50 millió ember, és akkor közepét elveszik. Azt még úgy megértem igazából, mert az úgy arányos. De értitek, mire gondolok. Van, amikor úgy lázad fel egy egész terület, hogy... Vagy nem csak egy egész terület, egy csomó terület, hogy igazából a létszámuk az nem indokolja azt, hogy ennyien föllázadjanak. Hell yeah, elfoglaltuk azt is. Jöhet következőnek az. Nem tudom kijelölgetni így egymás után őket. Görögöket megszüntetjük, ezt a háborút ott. Hogy van? Tudom. Ezt lereszeteljük. Ezek mind csak az, ami... Powerplant. Az áramok azok? Ez itt lesz egy... Nem, developmentben lesz mi? Itt ez mind államilag legyen. Mert amúgy is subsidizoljuk őket majd. Itt nem tudom, hogy ez miért így van. Ha használunk egy kis rádiót. Airship. Az mehet. Plusz 10% prestige. Trade Nexus. Nem bürokráciai Nexus, az jó lesz nekünk. Na, hogy vagyunk, srácok? Ó, hát most már 74%-kal azért most már érezhetően foglalgatni foglak. Jó, elfogadunk valamit. Valamit elfogadtunk, hogy mit be fogunk vezetni. Nem örülök feltétlenül a kommunizmus elterjedésének nálunk, de annyira nem is zavar. Egész Európa kommunista lesz. Itt nem az USA valami teljesen más államformát vett föl nekünk egy időben? Na, megint random katonák így a semmiből megjelennek. Ilyenkor a kilépett seregek miatt még a halottak száma, meg a dolgok is változnak. Na mit akartok már megint? Tartsuk meg az izét, Presidential Republicot. De ez megvan... Hogy lehet az, hogy egyszerre két oldal is tud lázadni? Ti is ilyen 50... 17 millióan vagytok. Jó, hát... Oké, nem, ezt hagyom egy ideig, hagyj menjem. Hát, ha le tudom zárni a nagy háborúmat előtte. Ilyen forradalomban még nem volt részem egyébként a játékban.
ezeket ki lehet venni. Azt foglaljátok el. Ha az megvan, akkor utána haladunk előre a Warscore-ral. Mi valószínűleg mínusz 10-esével fog zuhanni. Nagyon sok embert veszítettek. Hó, mindjárt is foglaljuk az egészet. Mennyien vannak még? Szerintem nincs elég katonájuk, ja, nincs elég katonájuk tartani a védelmet. 60 ezeren vannak. Jó, nem baj, lázadozzatok, csak várjatok egy pillanatot, hogy előbb hagyj rendezzem a háborúmat. Aztán majd utána foglalkozunk a forradalommal. Jó, az megnyerve, jó, már zuhannak is. Nagyon jó. Innentől kezdve ezeket mi elköveteljük. És ők meg elfogadják. Így ne. Megnyertük. Jej. Mentsünk egyet, háború vége. Így. Ez mit akar? Ja, forradalmi dolgokat itt nekünk. Pff, igazából meg szeretném én is tartani. Oké, okay. Most viszont tudunk egy olyat csinálni, hogy ezt vissza is tudjuk állítani. Hogy ne, lehetőség szerint hát, ha tudjátok. Nem akarnak majd lázadni. Sőt, még talán voltak éppen még lehet ebbe is be tudunk menni, ameddig nem építkezek. Ha nem, mindenképp lázadni akarnak. Az jó lesz, mert valószínűleg ezek a területek azok, amik a legnagyobb katonasággal rendelkeznek egyébként. Ez konkrétan jelenleg milyen államformánk is van? Most ilyen demokratikus... Technét. Ja, a technokráciánk van. És reformáljuk. Aha, akkor... be tudjuk rakni a katonaságot. Őket így. Home Affair. Még titkos rendőrségünk is van. Na mindegy, most legalább nem háborúzunk, tehát legalább annyi az előnye ennek a szituációnak. Ez viszont szerintem... szerintem fel fognak lázadni. Szerintem meg fogják nyerni ezt a háborút. Katonaságot viszont, tehát olyat nem tudsz csinálni, hogy itt lebontod a katonákat. Tehát nem tudod lebontani a katonákat, mert ugye ez a terület lázadni fog. Szerintem ott se tudsz katonát bontani, ahol nincs lázadási dolog. Nem. Még lehet katonákat se tudok készíteni. Bontani nem tudok, készíteni tudnék igazából. De jó, hogy pont mindkettő lázadásnál ugyanaz a fejlett terület akar lázadni. És láttátok az előzőnél, akik meg akarták tartani jelenlegi állapotot, ők 17 millióan voltak. Ugyanaz a lázadás. A fél világ fel akar lázadni. Nem tudom, mi lesz ezzel kapcsolatban. Állami ateizmus, az mondjuk nem oldaná meg a helyzetünket. Vannak ilyen emberkeink, te egy kommunista vagy, nem? Ő támogatja igazából ezt az egészet. Szóval mi van, ha én téged? Ja, nem tudlak kirúgni. Az se rossz. Azért nem tudom kirúgni, mert az államháztartáson belül van, és így védve van.
Ugye megoldjuk. Tessék, megoldjuk így. Na? Aki az államot irányítja, az egy ruler forkos személy. Őt választották meg. Az úgy jó lesz. Jó, hát akkor a másik, amivel nem tudjuk kirúgni, mert túlságosan hasonló véleménye az övéhez képest. Ez sehogy se lesz jó. Én már most látom. De lassan akarod ezeket betölteni. Mit szeretnétek viszont? Universal Suffrage. Az még igazából jobban tetszik. Úristen, mennyi izét tanácsköztársaságot akarnak itt. Te Universal Suffrage-et akarsz, te téged fölveszünk. Hát azzal meg tudjuk majd váltani a világot, de nem hiszem, hogy segíteni fog. Na jó, mennyi izé mínuszban vagyunk. 54 ezert veszítünk emiatt. Ezt nem tudjuk megoldani valahogy gyorsan, vagy legalábbis, hát nem is gyorsan elkezdeni megoldani. Ja, már be vannak rakva ilyen épületek. Mhm. Csak nem építkezünk jelenleg, ugye? Ja, ez érdekes lesz. Nagyon figyeljetek, remélem jó szórakoztatok, és remélem csatlakoztok hozzám legközelebb is, amikor most nem a világ ellen harcolunk, hanem a saját lázadásainkat próbáljuk megállítani. Szóval, ja, addig is nézzetek körbe, hát ha találtok más, amit szívesen megnéznétek. Sziasztok!